S börtönajtót lelkes tömeg, de munkadal a harsó. Szépség, igazság, lassan megy előre. Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. De azért lelkünk búcsán visszanéz, és emlékezve, mámoros lesz tőlem. Tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölrászad a szomjadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ivolyáját fontad. Ó, nagy nap! Szép nap! Légy örökre áldott! Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! Az 1848-as tavaszi eseményeket reformkori változások előzték meg, hosszú éveken keresztül országgyűlések, az ellenzéki kör, a konzervatív párt programja, a bárcsi, majd a bécsi forradalom. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői, Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Ötvös József és mások. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az ellenzék követeléseit.
jobb egy felszabadítás, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és felelős kormányt. A Habsburg Birodalom másik felének pedig alkotmányt követelt, amelyek fontos szerepe lett a március 13-án megkövetkező Bécsi forradalom kitörésében. Március 15-én korán reggel Petőfi Sándor az Ifjúság kávéházába sietett, és Vasvári Pál és Bujovszki Gyulát ott találván Jókai Mól lakására hívta őket, ahol a 12 ponthoz proklamációt szerkesztettek. Petőfi 8 óra körül társaival a Pilvaszk kávéházba ment, ahol Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. Innen indultak el az előzőleges megállapodás szerint először a jogi egyetemhez. Itt Petőfi újból elszavalta előző jelét költeményét, a nemzeti dalt, Jókai pedig felolvasta a 12 kívánatpontot. Én szemfedő lapot lerántom, kelj föl és járj, Petőfi Sándor. Zoom, március záporos fény, ver, súg a zászlós tűz a vérben, hüvei veszi, borong a kardnak, úgy kelj föl, mint forradalmad. Szedd össze csontjait, barátom, lopnak a bőség kosarából, a jognak az asztalánál lopnak, népek nevében, s te halott vagy? Talpra, Petőfi, sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Talpra, magyar, ébredj még, irány a Pilvaszk. Kezemben a szöveg, mint tegnap éjjel írtam. Pár barát már ott vár, Jókai így szólott. Menjünk hozzá! Szerkesszük meg a 12 pontot! A Pilvaszkban eldölt titekarunk, ma a népünk felszabadul. Az egyetemük udvarán a diákok várnak, székre állva szólok, jöjjenek a vátra! Esőben megyünk szakadatlan előre, nem adják a szabadságot, elveszünk erővel. Egyre nagyobb tömeg tart velünk, tépd be a láncot, a kard, jobban áll nekünk. Esküszünkre a talpán leszünk, Istenért esküszünk, hogy arra tovább nem leszünk. Ha meleget sem vettél, de szabad nem vettél, akkor gyere velünk a népünkért, megyünk, ne érezzük, elveszél. Nevem 12 ponttal összefor, megmondtam, lesz reform. Le a cenzúrával, irányi nyomda, népem akarata itt van a pontokban. A szó elszavalom, nálam a lista. Szavaimat vissza a sok egyetemista. Szó lesz szabad, figyeljetek kicsit. Javaslom, ne álljunk meg, táncsicsit. Nem lehet akadály, minden gátat átidal egy nép, mikor összetart. Szóljon a nemzeti dal. A cenzúra elítélt, üldöztek a művemért, sajtóvédség miatt feleljek bűnömért. Félelemben kellene élnem, mert beszéltem a nép nevében, de eljön a nap, mikor ezt is leközli a sajtó. Nincs messze, mikor betörik majd az ajtó. Hintóba ültetnek, mit emberek húznak, hullámzó tömeg, mint a tenger, úgy zúgna. Megmutatja erejét a nép, most a tettek mezejére lép. Thank you.
Tudjátok, mi is törni alig? A föl kell, de nem tér. Vesz, ragad. Nem hallották, hogy Dózsa György hírni? Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat el embereket. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős miniszter úr Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös elviselés. Úrbéli viszonyok megszüntetése. Esküdtség képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék át tőlünk. A politikai státuszfobiak szabadon bocsáthassanak. Unió! Egyenlőség, szabadság, testvériség! A csapatok a helyekre készültek a tavaszi hadjáratra.
négy nap dörlött az ágyuk, vízatnak, délaköz, ott minden talpra lenni fölesen. Fehér volt a világ, szép, fehér hóesebe, úgy omlott a tilos vér, a fehér hóra. Négy hosszú nap csatáztunk, rettentő nagy csatát, mielőtt a messze rátulnak, csak nem névelen. Mindjárt megtettünk, amit kívánt a becsület. Tíz annyi volt az ellen, győzünk, nem lehetett. Fehér volt a világ, szép fehér hó estebe, úgy omlott a piros vér a fehér hóra lett. Fehér volt a világ, szép fehér hó estebe, úgy omlott a piros vér a fehér hóra lett. Szerencsés Isten, tőlünk elpártala. Egy pár fogom maradt velünk, ez benn vala. Ó, benn vitéz vezérem, dicső tábornokom, lelked nagyságát könnyes szemekkel vállom. Nincsen szó már beszélni egy hősiséget, csak néma áhítat a szemlélek téged. S volna ember, kit mint Istent imádani, meghajolnék előtted, térdem, meghajolnék. Fehér volt a világ, szép fehér hó esteben, úgy omlott a piros vér a fehér hóra lett. Fehér volt a világ, szép fehér hó esteben, úgy omlott a piros vér a fehér hóra lett. S nekem jutott a vészes dicsőség, hogy veled járjon be, ó vezérem, a csatatéreket. Te melletted lovaglék a harc veszélyében, ahol az élet pusztul és a halál terem. Sokan elhagytanak, te rendíthetetlenok, de úgy-e téged, úgy-e én el nem hagytalak. S lépésid, mint halálig követni is fogom, ó benn, vitéz vezérem, dicső tábornok. Szép fehér hó esteben, úgy omlott a piros vér a fehér hóra lett. Fehér volt a világ, szép fehér hó esteben, úgy omlott a piros vér a fehér hóra lett. Egy a pálya, egy a végcél. Élet vagy dicső halál. Fel, fel a nagy küzdelemre, a sorompó nyitva áll. Függetlenség ez a jelszó, és szabadság a nagy cél. Teljes, független szabadság. Nem kell semmi, ami fél. Zászlónkon a függetlenség, az fog élni, aki küzd. Fel, fel a szent küzdelemre, a sorompó nyitva áll. Egy a pálya, egy a végcél, dicső élet vagy halál. Bár nagy győzelmek születtek 1849 tavaszán, cári beavatkozás miatt a magyar seregek Segesvárnál és Temesvárnál is alul maradtak, az ellenséges csapatokkal szemben, és világosra kénytelenek voltak letenni a fegyvert augusztus 13-án. A megtorlás nem maradhatott el, a szabadságharc mártírjaira máig emlékezünk. Egy eredménye azonban volt az 1848-49-es küzdelemnek. Magyarország a polgárosodás útjára lépett. Ma örülünk annak, hogy országunk szabad ország. Élvezhetnénk, hogy végére élhetünk, fejlődhetünk, gyarapodhatunk. Mégis önhibánkon kívül ma sem lehetünk fejlődhetlenül boldogok. A világ történései előtt értetlenül állunk. Vajon miért van összerakva az ember, hogy nem tudja megbecsülni és értékelni azt, amilyen van, a békét, amit őseink kivittek nekünk. Thank you.
világra jön.